Munkatársaink utazását Adas Welt Auto biztosította. No hallelujah when we have qualified ourselves. Nothing of that. Daar kunnen we niet... Ja, oké. Okay. De bal komt niet in één keer. Vrijdag is. Waarom denk je dat niet? Luis van Gaal, a holland labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya megtartotta sajtótájékoztatóját a pénteki Magyarország elleni világbajnoki selejtező előtt. A szövetségi kapitány exkluzív interjút adott a Nemzeti Sportnak. Már korábban kijutottunk a világbajnokságra, így olyan labdarúgókat is játszhatok, akikre kíváncsi vagyok. Ez azért nagy különbség. Az a koncepcióm, hogy mivel sok jó játékosunk van, és érzem, hogy a többségük felkészült a hátralévő meccsekre, néhányukat több pozícióban is kipróbálhatom, amely esetleg Brazíliában is a posztjuk lehet. And I've seen already a lot of plays in all these matches. The positional game is very difficult. Azt szeretném látni, hogy birtokoljuk sokat a labdát, de a helyzetünk nem egyszerű, hiszen ellenünk a legtöbben védekezésre rendezkednek be, így ritkulnak a variációs lehetőségek. Azonban gyors passzjátékra törekszünk, a kreatív futballistáinknak ott kell játszaniuk, ahol a legjobbak, uralniuk kell a pályát. Ha labda nem lesz nálunk, nyomás alá kell helyeznünk az ellenfelünket, ez jelen pillanatban a legnagyobb erősségünk. But in the positions they have to dominate the space there because I have already played. Már eldöntöttem, hogy Wesley Sneijder és Rafael van der Vaart nem lesznek egyszerre a pályán, harcolniuk kell azért a bizonyos pozícióért, így igazi csata alakul majd ki kettejük között, ami csak jót tehet a csapatnak. When I play again, I play only with one. I think the best position has Romania. A második helyre Románia a legesélyesebb, hiszen Észtország és Andorra ellen játszik, míg a magyar csapatnak Hollandiával kell meccselnie, aki ellen sok-sok éve nem nyert. Úgy látom, hogy jelenleg nem mi vagyunk a favoritok, mert Argentínának, Németországnak, Brazíliának és Spanyolországnak is jó játékosai vannak. Igaz, nekünk is jó csapatunk van, amely ha top formában lévő játékosokkal áll ki, bárkire veszélyes lehet. I don't think so. But we can make a very good team out of it, and that's in process.